Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit. Húsvét második vasárnapján, az isteni irgalmasság vasárnapján az evangéliumi részletet János evangéliumának 20. fejezetéből olvassuk. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: láttuk az Urat. De ő így szólt: ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt: én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki: most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hitáltal életetek legyen benne. A mai evangéliumi részletben találkozásokról hallunk. A feltámadt Jézus találkozik az apostolokkal, és az apostolok az Úr láttára megörülnek, mert Jézussal való találkozás örömöt ad minden szívnek. Jézus velünk is akar találkozni. Arra hív, hogy nyissuk ki a szívünk kapuját, engedjük, hogy belépjen az életünkbe, hogy találkozhasson velünk. A feltámadt Jézus azt mondja az apostoloknak: amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Jézus küldetést ad a tanítványoknak, küldi őket az ő nevében. Jézus nekünk is mondja: amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Mi is mindannyian apostolok vagyunk, vagyis küldöttek vagyunk. Az Úr nevében járunk. Arra kapunk küldetést, meghívást, hogy a feltámadt Jézusról tegyünk tanúságot. Hogy hirdessük azt az örömhírt, hogy Jézus Krisztus, aki meghalt, valóban feltámadt. Hogy az evangéliumi szakasz végén olvastuk: mindezeket azért írtuk meg, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hitáltal életetek legyen benne. Jézus bennünket is küld, hogy hirdessük az örömhírt. Hirdessük mindenkinek azt, hogy Jézus a megváltó, meghalt és feltámadt. És mindazok, akik hisznek benne, azoknak örök életük van. Jézus továbbá azt mondja az apostoloknak: békesség nektek! A feltámadt Jézus egyik első ajándéka a béke. A béke Isten ajándéka. A békét mindenkinek adja, nekünk is. A feltámadt Jézus továbbá azt mondja az apostoloknak: békesség nektek! A feltámadt Jézus ajándéka a béke. Ő nem csak az apostoloknak adja a békét, hanem mindannyiunknak. Nekünk is mondja ma is: békesség nektek! Vigasztaló ezt hallanunk ebben a helyzetben, amikor közelünkben is háború dúl, és oly sok országban háborús konfliktus van. A béke Isten ajándéka. A béke a feltámadt Jézus ajándéka, amiért fontos, hogy imádkozzunk. Fontos, hogy kérjük nap mint nap a béke ajándékát, ahogy Ferenc pápa is bátorít bennünket, hogy imádkozzunk kitartóan a békért.
de a béke ajándéka feladattá is válik. Jézustól mi is kapunk küldetést arra, hogy építsük a békét, hogy a béke szálait szőjük közösségeinkben, a békét építsük szorgalmasan, kitartóan, azáltal, hogy szelídek vagyunk, azáltal, hogy szeretettel fordulunk mindenki felé. A feltámadt Jézus bennünket is küld, hogy építsük a békét, hogy vigyük a békét mindenki felé, legyünk a béke követei, és ez a béke Isten ajándéka. És végül az apostoloknak Jézus azt mondja, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A feltámadt Jézus megajándékozza a tanítványokat az ő Szent Lelkével, és azt a küldetést is adja nekik, hogy az ő irgalmát közvetítsék mások felé. Jézus a kiengesztelődés szentségét rábízza az apostolokra, azok utódaira, a püspökökre, azok munkatársaira, a papokra. Jézus ma is küld minden papot, minden püspököt az irgalmasság követeként, hogy Isten irgalmának jó hírét, reményét hirdessék minden ember számára. Isten irgalmas, mindannyiunknak megbocsát. Fontos, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Kérjünk Istentől bocsánatot, mert ő mindig megbocsát nekünk, szeret bennünket. És bennünket is, minden embert küld Jézus az irgalmasság követeként. Ez azt jelenti, hogy arra hív bennünket is, hogy merjünk mi is megbocsátani, merjünk mi is bocsánatot kérni. Mert az irgalom viszi előbbre a világot. Az irgalom tudja legyőzni a bűnt, az irgalom tudja legyőzni a háborút és az erőszakot. A feltámadt Jézus velünk is akar találkozni. A feltámadt Jézussal való találkozás bennünk is létrehozza az örömöt. És a feltámadt Jézus bennünket is küld, küldetést kapunk. Küldetést kapunk arra, hogy legyünk a békének és az irgalmasságnak a követei. Építve a békét, élve az irgalmat, megbocsátva és bocsánatot kérve. Tartsunk egy kis csendet, és adjunk hálát az Úrnak, aki velünk van, imádkozzunk mindenkiért, különösen a békért, a betegekért, az idősekért és az egészségügyben dolgozókért. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szűz Mária béke királynője és Szent József, könyörögjetek érettünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!